Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. László Imre volt kórházvezető, főorvos, a DK elnökségi tagja, egészségügyi politikus. Most például arra fogom kérdezni őt, hogy leendő miniszterelnök jelöltjeink és országgyűlési képviselő jelöltünknek az egészségi állapota megfelelő-e? Hát természetesen egyetlen egy szóval tudok erre válaszolni, nem. De miért nem, mert le vannak képezve a magyar társadalom? Minden, ami objektív fölmérések, statisztikák, egyértelműen azt mutatják, hogy van egy fejlődés a magyar egészségügyben visszafelé, a negatív irányba. Hiszen jelen pillanatban is ez a stockholmi, nem politikai, hanem szakmai társaság, aki elkészíti 6 terület, és azon belül 36 kisebb terület, úgynevezett indikátor figyelembevételével, hogy hogyan állunk az úrszíne előtt Európában, 35 tagország, vagy 35 ország relációjában, ennyi tagország nincs az EU-ba, akkor kiderül, hogy a 30. helyen vagyunk, és tavalyhoz viszonyítottam, már Albánia is megelőzött bennünket. Az egészségügyi állapotunkat? Igen, tehát ez egy több minket területre... egy olyan népet, aki kellőképpen át van oltva, semmiféle vírusok és járványok nem tudnak kifogni rajtunk. Hát azért az influenza járvány egy kicsit csak az kifogott. Életmódbetegségek? Hát egyébként nem, de szóval azt kell mondanom, hogy... Már nincs TBC, tüdőrák is egyre kevesebb. Bocsánat, bocsánat, vigyázzunk. A TBC újra elkezdett felütni a fejét és szaporodni számokat illetően. Ezt most komolyan mondja. Ezt nagyon komolyan mondom, és ez valóban egyébként összefüggésben van. Én amikor a gyerek voltam, akkor az egészségügy arra volt büszke, hogy már például nincs TBC. Hát sajnos ezt nem lehet így kijelenteni. Én a legutóbbi statisztikákkal... hogy igaz az a régi jókai mondás, hogy a szegénységgel jön a TBC igen, is? Igen. Az az életkörülmény, ami kedvez ennek a betegségnek, vagy mondhatnám azt is a meleg ágya, azért ezek a statisztikák is eléggé szépen forognak, és beszélünk róla, hogy hányan élnek mély szegénységbe, milyen körülmények vannak a falvakban, szóval... Maguk vezetésre készülnek, kormányt akarnak váltani. Vajon van-e megoldásuk például ezekre a járványos helyzetekre? Természetesen több irányból kell ezt a problémát elemzést követően megkezdeni a felszámolását. Sajnos azt kell mondani... Csak az elemzés ne tartson túl sokáig, mert addig meghalunk. Erről van szó. Ezt akarom mondani, hogy vannak olyan intézkedések, amik azonnaliak, és vannak például? Olyan azonnali intézkedés, például az egészségügynek a megerősítése. Egészen pontosan mondom, az alapellátásnak a megerősítése, annak az ellátó tagozatnak a megerősítése, ami az emberekkel közvetlen, napi kapcsolatban van, hiszen egy házi orvos az benne él abba a közösségbe, aminek az egészségért úgymond felelős. Maga már megint a házi orvosokról beszél, közben meg egy statisztika... Kórházigazgatóként beszélek ugye a házi orvosokról. Kórházigazgatóként, és közben meg alig vannak mindjárt házi orvosok, meg a gyerekházi orvosok is hiányoznak. Sajnos ez így van. A kórház akkor átvállalja az ő munkájukat? Nem nagyon tudja átvállalni, hiszen most a legutóbbi sajtóba megszellőztetett információk alapján le volt írva az, hogy például az Alaegerszegi Kórház 26 szakorvost keres, de Nyíregyházán is 20 szakorvos hiányzik. Tehát a kórházak is nagyon komoly szakember. Azzal azt akarja mondani, hogy tehát akkor súlyos állapotba kerülünk a kórházba, és még a sürgősségi ellátás sem tud segíteni rajtunk? Sürgősségi ellátás. Ugye ezek a hírek, amik ezzel kapcsolatosak, rendkívüli módon elszomorítók. Tehát azt mondja, hogy a legújabb, legjobb szakma akkor a temetkezési vállalkozás, ott a végünk, ott a megoldás? Hát, hogyha ezt mondanám orvosként, akkor jogosan el lehetne ítélni, mert egy hát orvos... Hát inkább, mert maga megesküdött arra, hogy megment minket. Erről van szó. És azt kell megtenni az utolsó pillanatig minden rendelkezésünkre álló lehetőséggel, ha lehet szóval,
ha lehet egyébként közvetlen cselekvéssel, érsz alatt a egyébként. A közvetlen cselekvésre megvannak a mindennapos feltételek? Attól függ, hogy ki milyen helyzetben van. Egy kórházban természetesen megvannak, hiszen ott ez a feladat. Aki betegellátással foglalkozik, adva van a lehetőség. Aki ebből a körből kimarad, például én, az csak egyet tud tenni, hogy a reális helyzet ismeretébe fölemeli a szavát, és rámutat azokra a területekre, ahol valamit tenni kellene annak érdekében, hogy az emberek egészségi állapota jobb legyen ebben az országban. Azért van valami pozitív is, szinte ma már nincs olyan közterület, ahol ne lenne egy újraélesztő berendezés, moziba, színházba, villamoson, mindjárt a buszokon is lesz. Természetesen, de ahogy szokták mondani, az egyes példák és a tendenciák, azok nem mindig esnek egybe. Tehát vannak olyan teendőink és eredményeink, amik azt lehet mondani, élesztőkészülék különböző helyeken kirakva, SOS ott van rajta. Csak érteni kell hozzá. Napjainkban Magyar Ápolók napja van. Az én kérdésem, arra készültem, hogy ezt fogom megpróbálni, megtudakolni, hogy az orvos hiányon segít-e valamit, hogyha az ápolók, ápolónők, tehát ez az egész garnitúra egy kicsit jobban felkészült, több mindenhez értenek? Feltétlenül. Feltétlenül. Engedjen és meg... hogyha lenne nekik jogosítványuk is, kicsivel több, így mint van. Ami ma van. Hadd mondjam, egy tekintettel rá, hogy is be tudnak adni. Egyéb országok vonatkozásában is van tapasztalatom, közvetlen tapasztalatom. Amerikában tudom, egészen másak az anyagi feltételek. Ott például a nővéreknél 7-7-es szint van képzettség szempontjából. Mi a legmagasabb és mi a legalacsonyabb? Mit tehet a 7-es? A legalacsonyabb természetesen egyébként mondjuk úgy fordítsuk le, hogy egy segédnővér. Így van, egy segédápolónak a szintje. A legmagasabb egyébként... Akik nélkül nem lehet élni természetesen. Igen, és akik fölmentik az alul a feladat alól a nővéreket, amik valóban ő általuk végezhető, és ezáltal a nővér csinálhatja azt, akkor a 7-es kategóriát. A legmagasabb még, hogy befejezzem, az az intenzíves, az, aki valóban egyébként az életveszélyes állapotok fölismerését, minden további nélkül és a szükséges teendőket tudja. Nálunk hány fokozat van? Nálunk lényegesen kevesebb és összemosódnak. Lenne segédnővér, de menjen be egy kórházba. Segéd és diplomás. Vannak nővérek, itt vannak különböző képzettségi szintek, de ezek a képzettségi szintek ilyen továbbképzések formájában realizálódnak, és természetesen a csúcson jelen pillanatban diplomás nővérek vannak. Minap elkísértem kíváncsiságból valakit a házi orvoshoz, és arra megállapításra jutottam, hogy a házi orvosnak nincs is ideje gyógyítani, mert el van foglalva adminisztrációval. Ezért miért kell 7 évig az orvosi egyetemre járni, hogy valaki adminisztrátor legyen? Nem is hiszi el most, hogy mennyire fontos dolgot mondott. Én tudom, hogy mit mondok. Nem. Én a gyakorlatban láttam azt pontosan, hogy mindenki csinálja azt, amire a jogosítványa szól, és amihez ért. Az orvosnak a jogosítványa a gyógyítás, a megelőzés, a rehabilitáció, tehát konkrétan a betegellátás irányába fordított tevékenység. Ez alól föl kell szabadítani. Én nagyon sok példáját láttam ennek. Gyakorlatilag, ugye az alapellátást említette, visszakanyarodunk, nem én kezdtem el. Az alapellátás szintjén meg kellene oldani azt, hogy legyen az, aki fölveszi a telefont és elintézi a betegnek a kórházi elhelyezését, vagy a szakrendelőbe történő utalásnál az időpontok egyeztetését. Már elnézést kérek, ne is legyen telefonod, hogyha a házi orvos rendel, valahol máshol csörögjön, mert miközben engem vizsgál, velem foglalkozik. Nem, velem foglalkozik, és utána az a segítség, aki ott van, aki menedzseli ezt a tevékenységet, ő fölveszi a telefont, és elintézi annak, aki ott van, betegnek, akinek szükséges egy szakorvosi vizsgálat, vagy egy kórházi elhelyezés, és elintézi, és nem a beteg kóvályog a rendszerbe.
Tehát de ez nem a dolgokat... pénzkérdése maga. Az előbb azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok jó messze vannak, nagyon gazdagok, de ez nem pénzkérdése, ez szervezés kérdése. Szemlélet kérdése. Szemlélet és szervezés. Így igaz. Teljesen egyetértek vele. Nem is tudok mit mivel hozzátenni. Mivel kezdeni? Mármint az átalakítást. Az átalakítást? Megválasztottuk egészségügyi miniszternek. Azt nem mondom még, hogy ki a miniszterelnök, mert a maga miniszterelnök jelölte csak akkor lehet miniszter, hogyha kellőképpen, kellő számban látogatást tett nálunk. Az én pártbeli főnököm azt többször kijelentette, hogy jelen pillanatban nem kíván ilyen tisztséget viselni. Egyedül egy tisztséget kíván, az, hogyha frakciója van a DK-nak, akkor gyakorlatilag frakcióvezetőként tevékenykedik. Tudja az ön leendő frakcióvezetője, listavezetője, hogy igen, hol van a pénz a költségvetésbe arra, de a nézők kedvéért mondjuk azt, hogy Gyurcsány Ferencről van szó, szóval amit bízunk benne, hogy előbb-utóbb ellátogat hozzánk újból, már volt itt. Tehát ő tudni fogja, hogy hol van a költségvetésben az a sok pénz, amire magának szüksége van, hogy megmentsen minket, hogy ne halljunk meg. Természetesen egyébként a költségvetést, ugye ez egy konkrét adott idő előtt, összeg. Mert éppen kezdjük rosszul érezni magunkat, én is kezdek elfáradni, és ez így megy tovább, akkor meg fogok halni. Példának okáért én ezt elmondtam itt is, ebben a stúdióban is. Nem elégszer. Nem elégszer, most akkor elmondom újra. Gyakorlatilag megszüntették a társadalombiztosítási járulékot 2012. január 1-től, szociális hozzájárulási adó lépett a helyére. És nem mindegy, hogy míg hogy hívják. Tessék? Nem mindegy, hogy hívják. Nem csak, hogy nem mindegy, ugye a járuléknak van egy, az egy címkézett pénz, az csak a nyugdíjkassa és az egészségügy használhatta föl. Az adót viszont az államot használja föl, ahol jónak tartja. Ezt úgy tették, hogy gyakorlatilag azt az összeget szinte egy az egybe, amit a munkáltató, akkor ez 27% volt, minden dolgozója után befizetett, azt rátették a nyugdíjkasszára, mondhatnánk azt is, hogy jó. De így tudatosan túltervezték a nyugdíjkasszát, és 2013-ban is mondok egy összeget. Az állam gyakorlatilag minden további nélkül ezt az ÁSZ vizsgálja, és kiadják ennek megfelelően az okmányokat, az árszámadási törvény mellékletében van benne. 2013-ban 153 milliárdot emeltek le a nyugdíjkasszáról, 2014-ben 187,5 milliárd forintot, és raktak be a központi költségvetésbe, hogy ez stadion lett, vagy mi lett, én ezt nem tudom, de hogy az oktatás, egészségügy, szociális terület egy huncut vasat ebből nem kapott, azt viszont tudom. Kedves nézőim, 8 óra van, illetve 9 óra. Gyorsan ránéztem az órára, úgy látszik, kicsit le vagyok lassulva ma, hisz arra várok, hogy az egészségügy megmentsen, kénytelenek a magánszektorhoz fordulni. Dr. László Imre, a DK elnökségi tagja, egészségügyi politikus volt, mára a Pirkadat politikai magazinunk utolsó vendége, de természetesen őt is visszavárjuk. Ne felejtsék el, a nap 24 órájában a Heti TV azért van, hogy önök ne legyenek egyedül, jól értesültek legyenek, és első forrásból objektív híreket kapjanak. Ilyen következik most a híradónk, figyeljék a műsorújságokat, honlapjainkat, és meglátják, hogy mi mindennel várjuk még ma önöket. Este 7 órakor én újra itt vagyok, és itt vannak kollégáim is egész nap, csak azért, hogy önök jól tájékozottak legyenek. Ilyen egy televízió, ami egész nap beszél, még akkor is, hogyha egy zsidó közösségi televízió. Most következik a híradó, tartsanak velünk a viszontlátásra. Köszönjük, hogy minket választottak. Köszönöm, Péter, én fölkészülök.